Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Nagy szeretettel köszöntöm a mai alkalmunkon Mezőtúr keresztjén gyülekezeteinek közösségét, hiszen ezen a ima héten egymásnál vendégeskedünk, de sokkal inkább egy közösséget keresünk, és egy közösséget próbálunk megélni Isten igéjének a világosságánál, melegségénél, hogy betöltse a mi szívünket, és megerősítsen abban az egységben, amire ő hívott el Jézus Krisztusban. A mai együttlétünkön kezdő énekként a lapunktól a 395-ös énekünket énekeljük el. Ezzel az énekkel kezdjük el Isten tiszteletünket, és legyen ez az ének Isten dicséretére és az ő szent lelkének a segítségül hívására. Mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás most és mindenkor. Amen. Imádkozzunk. Mindenség Istene, testben és lélekben hálásak vagyunk, hogy eléd járulhatunk, és megvallhatjuk az igazságtalanság és megosztottság bűneit. Együtt állunk előtted egy szent családként,
amely felekezetenként teremtésed szép sokszínűségében egyedi és különleges, de egyszerre mindannyian Krisztus egy testének tagjai. Áldunk téged, hogy a keresztség élő vize lemosta bűneinket, és meggyógyultunk, midőn szeretett közösségünk, és ezáltal Isten nagy családjának tagjai lettünk. Fogadd ezért hálánkat és dicséretünket, Istenünk. Add, hogy belátásra jussunk, és növekedjünk abban a szent bölcsességben, amelyben minden embert részesíteni akarsz. Ezen az úton együtt haladva, nyitott szívvel és befogadó lélekkel várunk arra, hogy megszólíts bennünket, Urunk. Segíts, hogy elfogadjuk az egységet egymással, és emlékeztess arra, hogy a Szentlélek által egybegyűjtve egy szent család tagjai vagyunk a teremtett világban. Egyesíts bennünket a másik emberért való cselekvésben és az evangélium hirdetésében. Jézus Krisztus nevében kérünk, szent lelked által. Amen. Kedves testvérek, most pedig valljuk meg közös keresztény hitünket, mondjuk el együtt az egész kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a gyülekezetünkben mai esténk igehirdetőjét, és egyben fel is kérem Jurasicsné Úrenkovics Évát, hogy szolgáljon közöttünk Isten igéjével. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Istennek igéjét a mai napon Máté evangéliumának 25. részéből, a 31. verstől a 40. versig olvasom. A gyülekezet helyét elfoglalhatja. Így szól hozzánk a megnevezett helyről Isten igéje. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövenyvény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok,
Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül. Velem tettétek meg. Kedves testvéreim, ökumenikus imahetünk vezérigéje, ami a kis füzetecskénk legelején található, a következő az Ézsaiás könyvéből. Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra. Először azt szeretném elmondani, azt a tapasztalatot szeretném a gyülekezettel megosztani, hogy amikor az ember megtér, hitre jut, és ezt bizonyára sokan átélték, akkor tele vagyunk lendülettel. Tele vagyunk Isten iránti szeretettel, emberek iránti odaadással, és legszívesebben a világgá kiáltanánk azt a boldogságot, ami bennünk van, hogy egy nagyon nagy kincset nyertünk, a hitnek a kincsét, és ezt ismerje meg a többi ember is. Vagyis legszívesebben mindenkit megtérítenénk. Én emlékszem egy olyan eseményre, 10 éves lány voltam, és egy 10 éves unoka testvérem volt, és tudtam, hogy meg van keresztelve, tudtam, hogy talán úgy helyek közzel gyakorolják is a vallásukat. Én minden áron meg akartam téríteni. Így utólag azt gondolom, hogy lehet, hogy egy picit erőszakosabb lehettem, de igazából lehet, hogy csak valamiféle lendület vagy jó akarat volt bennem, rossz akarat semmiképpen nem volt bennem. Nem tudom, hogy ő erre így visszaemlékszik-e, vagy hogy emlékszik vissza. Ez az úgynevezett első szeretet időszaka, amit akkor tapasztalunk meg, amikor a hitre jutunk, és ez egy nagyon nagy lelkesedéssel járó állapot. Aztán valahogy kezdünk egy kicsit máshogy érezni magunkat. A lángolás nem tart ugyanis örökké, hanem a hitben is bekövetkeznek a hullámvölgyek és a hullámhegyek, de ettől nem szabad megijedni, mivel emberek vagyunk, ezért különbözőképpen érezhetjük, attól Isten irántunk való szeretete nem szűnik meg, hogy mi egyszer így érezzük magunkat, egyszer meg úgy érezzük magunkat, hiszen a hitnek a kérdése az nem érzelmi kérdés elsősorban. De azért megvan a lelkesedés elvesztésének az a veszélye is, hogy azt a figyelmeztetést kapjuk, amely Jelenések könyvében így van leírva, az a panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. A hívő ember elhívást kap az evangélium hirdetésére. Nem csak a lelkészek, a papok kapnak elhívást, hanem mindannyian, akik hitre jutnak, minden keresztény embernek van egy elhívása az Úr követésére, és az a feladat, hogy az evangéliumot hirdessük. Elsősorban az szokott eszünkbe jutni, hogy most akkor álljon ki mindenki a szószékre, vagy álljon ki valahova, és mondja azt, amit tanult. Nem feltétlenül. Szó van itt cselekedetekről, különösen jó cselekedetekről. Szó van misszióról. Volt egy évfolyam társam, aki azt gondolta el, hogy ő majd külföldön, azt hiszem Afrikát mondta, lesz majd misszionárius, és ott téríti a benszülötteket. Hát ez az álma nem vált valóra, viszont helyettes missziós lelkész lett egy egyházmegyében. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a feladata kisebb lett volna, mint ha Afrikába elment volna. Ebből
az jut eszembe, hogy vajon észrevesszük-e, hogy a közvetlen környezetünkben is van elég misszió, van elég feladat, van mit tenni. Mert az evangélium hirdetés, hogy az előbb is mondtam, nem pusztán szavakban áll, de sokkal inkább jó cselekedetekben. Vajon felismerjük-e a gyengében, a rászorulóban, az elesetben, akár az ellenségben, összefoglaló néven, a fele barátban felfedezzük-e azt, aki rászorul, akivel jót lehet cselekedni? Elhangzott már a héten az, hogy könnyű azzal jót cselekedni, akit szeretünk, és aki bennünket viszont szeret. De mi van, ha van egy nehéz természetű házastárs? Van egy engedetlen gyerek? Van egy kibírhatatlan anyós? Vagy egy kiszámíthatatlan főnök? És lehetne még tovább sorolni a példákat. Nehezen jövünk rá, hogy van mit sepergetnünk a saját házunk tájékán is. Először önmagunkban kell a változást elérni. De vajon mi meg tudjuk változtatni magunkat? Aligha. Csak az Úristen kegyelme az, aki meg tud bennünket úgy változtatni, hogy nem csak toldozgatja, foltozgatja az életünk hibáit, repedéseit, bűneit, hanem teljesen újjáteremt bennünket és megbocsát. Sokszor azt gondoljuk, hogy kezdje először a másik a változást, majd akkor én is esetleg meggondolom, kérjen először ő bocsánatot, addig nem engedek. Teréz anya mondta, ha meg akarod változtatni a világot, menj haza és szeresd a családodat. Ezt szeretnék mondani egy történetet egy buzgó vallásos asszonyról, aki a történet szerint egy faluban élt 3 gyermekével és férjével, és minden nap eljárt a gyülekezetbe. Hol bibliaórára, hol női körre, csoportba, hol Isten tiszteletre, otthon igen keveset tartózkodott. Az asszony egyszer csak meghalt, és az Úr elé került. És Isten azt mondta neki, hogy nem ismerlek. Az asszony felháborodott. De hát Uram, hát én állandóan ott voltam a templomban. Elmentem az Isten tiszteletre, a Biblia órára, nagyon sokat imádkoztam, adakoztam, de azt mondta neki Isten, tudom, de ott nem voltál, éppen ahol a legnagyobb szükség lett volna rád, a családod körében. Nyilvánvaló, hogy nem a gyülekezetben járás ellen szól ez a kis történet, hanem azért szól, hogy tudjuk az arányokat, tudjuk a mértéket. Az Isten és ember szeretet ugyanis összetartozik egymással. Gyakran kérdezik tőlem, főleg a fiatalok az iskolában, hogy ha Isten van, akkor miért nem jelenik meg? Miért nem mutatja meg magát? Miért nem tesz csodát? De megjelenik, csak nem vesszük észre. Megjelenik a legkisebben, akinek abban az élethelyzetben éppen arra van szüksége, hogy mi rajtunk keresztül megtapasztalja a megváltás művét, akinek akkor és ott pont rám van szüksége, hogy rajtam keresztül megtapasztalja Isten irgalmát, akinek én ott akkor az embere, a fele barátja leszek. És azért mondom ezt az embere szót, mert van egy olyan történetünk a Bibliában, a 38 éve beteg emberrel kapcsolatban, aki 38 éve egyre nagyobb reménytelenséggel fekszik a tóparton, és várja a víz megmozdulását, hogy be tudjon valahogy kerülni oda, és meggyógyuljon bénasságából. És nem sikerül, és Jézus arra megy, és akkor kiszakad ebből az emberből az ő legnagyobb fájdalma, Uram, nincs emberem. És akkor Jézus ott
ennek az embernek az emberévé lett, a fele barátjává lett, Krisztusává és megváltójává lett, nem csak egy egyszeri esetben való segítségé, hanem azzá, aki őt testestül és lelkestül meggyógyítja. Az emberek nagyon sokszor azt várják, hogy Isten valamilyen különleges módon jöjjön el az életükbe. Ismét egy kis történetet szeretnék elmondani. Egy öreg ember részt vett az Isten tiszteleten, ahol azt hallotta, hogy az Isten este meg fog őt látogatni. Hát ettől nagyon-nagyon fellelkesedett, hazament, és a feleségének is elmondta ezt a dolgot. Aztán várt, teltek az órák, és még mindig nem jött a Jóisten. Kopogtak. Felpattant, megörült, kinyitotta az ajtót, de csalódott volt, mert az ajtóban csak egy kisgyerek állt, aki fázott, és szerette volna, hogyha beengedik, és megmelegedhet. Az öreg dübegurult, és elzavarta a gyereket. Megint eltelt egy kis idő, megint kopogtak. Az öreg kiment, és az ajtóban egy koldusát, alamizsnát kért, de őt is elzavarta. Majd egyre nagyobb lett a mérge. Végül megint kopogtak, de akkor már nem ő ment ki, hanem a felesége, ő már nem foglalkozott a dologgal, mert csak egy várandós asszony állt az ajtóban, és szeretett volna egy kicsit bemenni, megmelegedni. Csalódottan lefeküdt az idős ember, és álmot látott. Álmában az Úr elé került, és szemrehányást tett neki. Uram, de hát azt ígérted, hogy meg fogsz ma látogatni. Erre Isten azt mondta neki szomorúan, bizony én háromszor is ott jártam, de te egyszer sem engedtél be engem. Nagyon sokszor nagyon a emberi világ számára elképzelhetetlen és szinte természet feletti jelenségekben várjuk Istent. Pedig nagyon sok módon és sok mindenkiben megnyilatkozhat. Szó van a keresztény hit kapcsán és a gyakorlásában a cselekedetekről. De nagyon fontos, annak a szemlélődő része az imádság, az imának és a cselekvésnek együtt kell jelen lennie. És eszembe jutott az a gondolat, hogy ora et labora, imádkozz és dolgozz, amely az első századokban létrejött bencésrendnek a mottója volt, illetve fő irányvonala, szabálya. És ez a bencésrend igen szigorú regula szerint élt. Utána olvastam, hogy bizony naponta többször egészen hajnali 2 órától bizonyos óránként imádkoztak, de közben, napközben még egyéb gyakorlati cselekményeket is végeztek, mezőgazdasági munkákat, tanítást és betegápolást is folytattak. Ma is vannak bencések és egyéb szerzetes rendek is, és a reformáció éppen ezt a gondolatot vette át, az ora et labora, ahogy a debreceni református kollégium feliratán van, orandó et laborandó gondolatát. Néha tévedésben vagyunk, azt gondoljuk, hogy egy kis imádsággal minden megoldható. Egyszer valaki viccesen mondta, mikor a teológián vizsgáztunk, ami nehezebb tantárgyból, hogy egy kis ima meg egy kis csoki, és túl is leszünk a vizsgán. Hát azért ez nem egészen így működött, mert tanulni is kellett volna. A gyerekek gyakran imádkoznak úgy, megosztják velem az iskolában, hogy jaj, csak ne legyen egyes a dolgozat, ezt így elmesélik. Utána meg egyes lesz a dolgozat, és utána meg azt mondják, hogy Isten nem teljesítette, amit kértem, mert egyes lett a dolgozatom. És akkor megszoktam tőlük kérdezni, hogy vajon azért imádkoztál-e, hogy legyen kellő erőd, szorgalmad ahhoz, hogy ne legyen egyes a dolgozat, hogy legalább annyira meg tud tanulni, hogy az egyesnél azért jobban görbüljön. Ima és cselekedetek.
Nagyon sok lehetőségünk van jót tenni. De ebben is olyan nagyon nagy mértékű dolgokat szoktunk gondolni. Csak néhány egyszerű példát, vannak adományvonalak, amiket például fel lehet hívni. Oda szokták írni, hogy egy hívás, egy sütemény ára, de most nem reklámozni szeretnék semmit sem, csak ez gyakran elém kerül ez a telefonszám. Gyűjtenek betegeknek, rászorulóknak, menekülteknek. Aztán ezzel kapcsolatban, az adakozással kapcsolatban azt gondoljuk, hogy hát adjon más, hát miért pont én, majd mások összeadják. Csak hogyha mindig arra gondolunk, hogy a másik kezdje a jó cselekvését, akkor senki nem kezdi el, mert mindegyik a másikra mutogat. Amikor készültem erre az igehirdetés, akkor eszembe jutottak azok az esetek, amikor találkoztam kéregetőkkel. Szerintem mindannyian voltunk már így, hogy tulajdonképpen hogyan is álljunk hozzájuk. Ezt azért hozom fel, mert engem foglalkoztat. Nehéz kérdés, mert vajon tényleg ennivalóra kell neki, ahogy mondja? Egyszer kért tőlem valaki a debreceni pályaudvaron pénzt, azt mondta, hogy ki kell mennie a kórházba, és buszjegyre kell a pénz. Gyanút fogtam, ezért azt mondtam neki, hogy veszek neki egy buszjegyet. Hát az nem kellett neki. Meg kell, hogy mondjam, sőt, mérges lett, hogy én nem adtam oda neki a pénzt. Hát mondtam neki, de hát, hogyha a buszjegy kell, arra kell a pénz, és én veszek egy buszjegyet, akkor azzal simán ki tud menni a kórházba. Ez egy ilyen példa. Vagy egy másik eset, amikor a férjemmel voltunk Pesten, egy boltba bementünk, és onnan kijöttünk, jött egy asszony, és kért ennivalóra pénzt. Valamennyit adtunk neki, de még ott a bolt előtt beszélgettünk, és láttuk, hogy jön ki egy jó nagy üveg itallal a kezében. Ránk nézett, és zavarba jött, mert tudta, hogy hazudott, és hogy nem arra költötte el a pénzt, amire tulajdonképpen adtuk neki. Mit tehetünk ilyenkor? Hogyan lehetünk okosak? És az az ige jutott eszembe, hogy legyetek szelidek, mint a galambok, és okosak, mint a kígyók. Lehet mérlegelni, lehet gondolkodni. És a keresztény szelídséget meg a jó akaratot sokan félreértik, mert azt gondolják, hogy kihasználhatóak vagyunk, gyengék vagyunk, tőlünk bármit lehet kérni, mert úgyis megtesszük, de ez egy naív gondolat. A jó cselekvésében benne van a kockázat. Abban is benne van a kockázat, hogy egy olyan emberrel teszünk jót, most én nem feltétlenül anyagi értelemben gondolom, hogy olyan emberrel teszünk jót, aki ellenségesen viselkedik velünk, aki nem kér a jóból, aki elutasítja a jót, akinek mintha meg lenne keményedve a szíve. Ezeket a kérdéses helyzeteket legjobb, hogyha az Úr elé visszük. És ő tud nekünk kellő bölcsességet adni. Ne lankadjunk meg a jó cselekvésében, és az imában sem. Ezt adja meg nekünk így az Úristen. Amen. Kedves testvérek, azért gyűltünk össze, hogy imádkozzunk egységért a keresztények között, és a megbékélésért a világban. Hittel és bizalommal járuljunk az Atya, Fiú, Szentlélek Istenhez. Könyörögjünk együtt. A Hallgass meg, Urunk, kérése együtt felelje a gyülekezet, kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörülő Istenünk, segíts, hogy jóvá tegyük a károkat, amelyeket másoknak okoztunk. A megosztottságot, amely miattunk jött létre. Urunk, te kiárasztottad tanítványaidra a Szent Lelket, hogy megszülessen az új teremtés közössége. Így áraszt ki reánk is kegyelmedet, hogy gyógyuljon megosztottságunk, és ajándékozz meg azzal az egységgel, amelyért Jézus imádkozott. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket. Teremtő Istenünk,
Ma együtt kell élnünk sok olyan cselekedet következményével, amely elviselhetetlen életet okozott egyesek, és túlzott bőséget mások számára. Taníts minket arra, hogy a teremtést tisztelve, okosan használjuk a tőled kapottakat mindannyiunk javára. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Úr Jézus Krisztus, Te vagy az út, az igazság és az élet. Földi szolgálatodban az igazság öltött testet a jóban, amit cselekedtél. Lerontottad a megosztottság falait és az előítéletek béklyóit. Nyisd meg szívünket, lelkünket, hogy felismerjük, bár sokan és sokfélék vagyunk, benned mégis egyek. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Szentlélek Isten, általad mindannyian kapcsolatban lehetünk egymással és veled. Hálát adunk, hogy jelen vagy bennünk. Kérünk, adj világosságot. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Szent Háromság, egy örök Isten, tekíts mindazokra, akik most előtted szent közösségben összegyűltek. Küldj el bennünket arra a szolgálatra, amelyet nekünk szánsz. Szent lelkeddel biztass bennünket, hogy továbbra is elmondjuk az örömhírt, hogy jót tegyünk, és teremtett világod javáért törekedjünk az igazságra. Támogass bennünket az egység megélésében, hogy a világ elhiggye, a mi Úrunk Jézus Krisztus azért jött, hogy a világnak élete legyen. Amen. Foglaljuk össze lelkünk könyörgését, és mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hirdettem a testvérek felé, hogy holnap este is itt az evangélikus templomban találkozunk, ahol az igét hirdeti majd nagy tiszteletű Mihaly náni Lipták Judit tiszteletes asszony. Hirdettem még, hogy az énekes lapokat tessenek szíves lenni kimenetelkor visszaadni, hogy a következő napokon és következő években is tudjuk őket használni. Záró énekül pedig helyünket elfoglalva a 346. dicséretünket énekeljük. A 346. dicséretünket valamennyi versével Győzhetetlen én kőszálom, védelmezőm és kővárom. Thank you.
Fogadjátok az áldást. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Erős vár a mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldást, békességet!